A magyar kormány a Várhegy megannyi egyházi épületét 39 milliárd forintos támogatásával a Veszprém Balaton 2023 LKF program keretében megújítja és fejleszti. A nagy lehetőség a várnak egy olyan fejlesztése, nem csak felújítása, hanem fejlesztése, ami turisztikailag is lehetővé teszi, kulturálisan, turisztikailag is minden szempontból, hogy kihasználva azt a lehetőséget, hogy a kulturális fővárosság miatt úgy is bele kell tenni ezt a pénzt, akkor csináljuk grandiózus módon úgy, hogy ez az egész városnak, sőt az egész térségnek a lelki, szellemi, gazdasági fellendülését is szolgálja. Megújul a Szent Mihály Székesegyház, az egykori püspöki, ma érseki palota, a nagy préposti palota és az alkalmazottak háza, a Szent György és a Boldog Gizella kápolna, a kis és nagy szeminárium, a Bíró Gicei, a Körmendi és a Tejfalusi palota, az egykori ferences és piarista rendi együttesek, a Szent István és Szent Imre templom, valamint a kanonoki házak. Fontos, hogy megújítsuk azokat az emlékeket, amelyeket az elődeink hagytak itt számunkra. Jó egy ilyen város polgármesterének lenni, ahol a főegyházmegye érseke volt olyan bátor, hogy belekezdett egy ilyen beruházásba, mert én azt gondolom, és talán önök is visszaigazolják, hogy azok a tervek, amelyeket most megismerhettek önök is, ha csak pillanat felvételként is, ahhoz óriási bátorság szükséges. Udvardi György veszprémi érsek a fejlesztésről szólva megjegyezte, reális igényeket igyekeztek megfogalmazni a terekkel és a funkciókkal kapcsolatban úgy, hogy a 2023 utáni működtetés és fenntartás is biztosítható legyen. Azt is látjuk, hogy ezek a kulturális javak, a megújult javak, ezek olyan kérdéseket nyitnak fel az emberekben, amely kérdésekre egyértelmű Jézus Krisztus a válasz. És ezért mi magunk is szeretnénk hozzájárulni az ide érkező, remélhetőleg nagyszámú turisták, zarándokok számára ahhoz, hogy 23-ban jól érezzék magukat, és találkozzanak a hittel. Olyan kérdés szülessen meg bennük, amit aztán, ha tovább visznek, ez az ő életük megváltozását eredményezi. Vörös Tamás, az érsekség főépítésze elmondta, 18 várbeli épület van az érsekség tulajdonában. Ez egy nagyon kiváló lehetőség, és hát hívő emberként is megérint, hogy ezen dolgozhatok, ezt kollégáim nevében is elmondhatom. Nagyon szép ez a feladat, nagyon megható, és az egésznek a lelkisége az, ami egy olyan plusz töbletet ad, ami elkülöníti akár egy nagyon hasonló analóg felújítástól vagy fejlesztéstől, tehát mindenképpen ezt a lelki tartalmat kiemelném, és hát egy különleges lehetőség is, hogy atyákkal együtt és szakmai partnerekkel együtt ezen a kiválóan és kiemelkedően szép feladaton dolgozhatunk. A felújítás 35 ezer épített és 10 ezer szabadtéri négyzetmétert érint, köztük liturgikus, pasztorális, hivatali, gyűjteményi, múzeumi, kiállító, valamint zarándok és vendégfogadási tereket.